most Sztársáv Extra Várkonyi Attilával és a 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágereivel Magyarország leghallgatottabb rádiójában. A Jókor Retro Rádiót hallgatják, itt szólnak a legnagyobb retro slágerek a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. Ugyan a mi rádióállomásunk repertoárja véget ér a 80-as évek végén, azonban Charlie életének sikerei egyáltalán nem értek véget a 80-as években, sőt a 90-es és a 2000-es években is ünnepelt nagyon sikeres sztár. Ha valaki így szólít, hogy Karcsi vagy Károly, megfordulsz egyáltalán az utcán? Szervusz! Szervusz! A Tomi szokott hívni, a Somó Tomi szokott hívni engemet Károlynak, és tőle ez olyan aranyos és kedves dolog volt. De úgy általában nem, úgy általában Charlie-nak szólítanak, vagy nem is tudom, vagy művész úr, hát ki gondolta volna, hogy művész úr lesz. Hogy veszed ezt a művész urat te? Én nem nagyon, mindig meg szoktam simogatni a fiatalokat, hogy hát én csak úgy vagyok, ugyanolyan vagyok, mint így, úgyhogy, de valahol pedig ki tudja, hát ezt erről álmodtunk, amikor elkezdtük ezt a zenét. Mindenki világszár akart lenni, aztán lett, ami lett. Szóval Isten megsegített, igen. Én voltam, talán te is emlékszel rá, Vácon volt tavaly egy koncerted ott a Dunaparton. Igen, ott volt a barátom, ez a trombitás barátom, mert ő ide hazaköltözött Németországból, ő borzasztóan tetszett neki, igen. Emlékszem rá. És azt akarom mondani, hogy én még ilyet nem is nagyon láttam, hogy hát teljesen tele volt a Duna vonalától, gyakorlatilag ott az útig, a töltés tetején lévő útig, tele volt emberrel, és ahogy játszott a zenekar élőben, az egész közönség így elkezdett hullámozni, így mozogtak az emberek így zenére, a zene ritmusára, és azt néztem, hogy nem tudom, sok ezer ember, 5000, nem akarok számot mondani, de egyszerre mozgott ez a rengeteg ember, és volt közöttük pici gyerek, aki fogta a nagymamája kezét, volt galambősz néni, bácsi a csapatban, voltak 20 évesek, tehát hogy egy olyan kínálat volt emberei érdeklődésből a te zenédre, hogy valami hihetetlen. Kinek szól Charlie? A drága közönség az egy nagyon nagy erő, de valószínű, hogy azért valami le is van a színpadon, hisz imádom a zenész kollégákat, tehát hosszú-hosszú évek óta muzsikálunk együtt, a 30-40 éve most már, ki tudja, hihetetlen, hogy elrepült az idő, de hát szoktam mondani, hogy amit te úgy láttál, vagy hát amit én látok a színpadról, hogy az egy olyan töltést és olyan energiát ad, amikor kiderül, hogy szeretik az embert, hogy az valami csoda. Csoda. Ami engem boldogsággal tölt el, hogy a fiatalok szeretnek bennünket, és ez tényleg így van. Kisgyerekek éneklik a dalaimat, szeretnek, ugyanúgy, ahogy mondtad, 10-20 évesek ott vannak elől, és hát ez egy csoda, ez egy boldogság. Köszönöm. Horváth Charlie a vendégem, akinek dalaiban, legalábbis itt a 90-es évek második felében született dalaiban, többször előkerülnek a külföldi turnék és a külföldi, hát vendéglátózás, nem egy szitok szó, ez így hívják, vendéglátózás emlékei. Olvastam egy félsorban egy cikkben, valamikor 10 évvel ezelőtt nyilatkoztat, hogy te még Afrikában is zenéltél, egy Afrika nevű formációban. Ez helytálló? Nem, ez félreírták, ezt már szerettem volna. Na, hát akkor itt kiavítani. A lehetőség, tisztázzuk. Szerettem volna kijelenteni, Afrikában voltam, de az Olimpia zenekarral, az átalakult Olimpia zenekarral végigjártam, ez volt 2,5 év, majdnem 3 év volt, amikor Szudánba kezdtünk, Khartoumba, aztán utána lett belőle Beirut, és Beirutból akkor még a magyar útlevélre nem lehetett bemenni Dubaiba, és Dubaiba akkor még egyetlen egy hotel volt, majd a második évben nyitottuk meg a Sheratont, mert akkor a másik oldalon volt az ambaszádor, ahol játszottunk, vagy Embassy Hotel, másik oldalon épül fel a Sheraton, vagy az Intercontinental, pontosabban nem tudom, hát ugye ez 1970-ről beszélünk. És hát ott Közel-Keletet végig muzsikáltuk. Miket játszottatok, hát, Charlie? Milyen zenéket játszottatok? Hát tulajdonképpen a zene mindenütt ugyanaz. Nem beszélve arról, hogy a hotelben rengeteg angol volt, de akkor kezdett ugye beindulni a Dubaiba ez a őrült olajpiac, voltak amerikaik, angolok, görögök, és hát óriási dolog volt. Egy kis nyugat volt, egy kis épülő nyugat, és nagyon becsbe és tiszteletbe tartottak. Volt egy angol zenekar is, aki egy klubban játszott, mindig egymást meglátogattuk. Tehát az akkori top dolgokat játszottuk, de akkor is mindig olyan dolgokat játszottunk, amit
amit én szerettem, vagy amit mi szerettünk. Volt egy angol énekesnőnk, aki csak csatlakozott hozzánk, ő rengeteg Carpenters énekel. Hát a Carpenters az egyik legnagyobb zenekar. Tehát a Carpenters után alakult az Abba. Tehát az volt az Abbának a példaképe. Carpenters, hát ugye az a gyönyörű hangú énekesnő. Na pontosabban ők lezuhantak repülőgéppel, úgyhogy. Igen. Ja, és hát életemben akkor kerültem egy olyan szituációba, hogy lemezeket tudtam vásárolni, és akkor kerültem én a soul, meg a funk lemezek, meg Quincy Jones lemezek, rengeteg jó dolgot lehetett akkor hallani. Hát egy zenésznek az a legeslegfontosabb dolog, hogy jó zenéket hallgasson, úgyhogy rengeteg lemez gyűjtöttem, és ezeket ott vettünk már akkor lemezjátszót, különböző pionír hangfalakat, ahol már tisztességesen tudtuk ezeket a dolgokat hallgatni, és mondom, körbejártuk egész Middle East-et, tehát voltunk Sultan Telfomán, Bakrén, tehát ezt az egész érját körbe muzsikáltuk, aztán volt Irak is, volt Egyiptom, szóval hosszú volt, de túléltük, és boldog voltam, mert nagyon szerettek bennünket. És ott tanultam meg egy kicsit angolul, hisz két évet jártam itt suliba, és sokat tanultam a szövegekből, és hát szólt lassan elkezdtünk beszélni angolul, és hát szerettek bennünket, ez egy nagyon nagy dolog. Még az angol zenekar is imádott bennünket, nem voltunk semmivel sem rosszabb zenészek, mint az angolok, nem hogy rosszabbak, jobbak sőt, voltunk. Így van. Horváth Károly, Horváth Charlie a vendégem, és talán sokan tudják, 1967-től a Dekka együttesben játszott, de valamiért nem viselhetett tovább ezt a nevet a zenekar, miért? Mi sokan nem tudják, de mi a balettintézetből verbulálódott ez a Dekka nevű zenekar. Fábri Zolika, aki most Houstonban van, ő egy ilyen világszámmal később kiment, és hát kint maradna. A gitárosom az a Molnár Gyuri volt, az Omegából, és az első fellépésünk az a Jókai Művetnél könyvtereső váltnak a Jókai Klub, ahol aztán játszott a Skampoló is, de mi kezdtünk el ott muzsikálni először, és nyárra kaptunk egy lehetőséget, Balatonföldvár nemzetközi express ifjúsági tábor, ahol az Omega, ott voltunk elszállásolva, és minden este ott kellett játszani, és hát a Dekka az úgy született, hogy az első kislemez, amit nekem egy barátnőm, aki diszidált akkor, küldött lemezeket, és egy kislemez volt, ami Diana Ross volt, és egy Rolling Stone szám volt rajta, és az volt ráírva, hogy Dekka, és életünkben először akkor hallottunk egy jó lemezjátszón, nagyon klasszul szólt, nagyon fiatalok voltunk, talán lehetünk 18-19 évesek, és rá volt írva, hogy Dekka a lemezre. Ez jó minőség, legyünk Dekka. Tehát ilyen kis aranyos kis gyerekek voltunk. Nem is tudtuk, hogy tulajdonképpen miről. Miután nekem valaki közölte, hogy ez egy cég, ez egy nagy cég, a Beatles, Apple, különböző zenekarok adják ki, Londonban van a székhely, és mivel nem nagyon volt felszerelésünk, én írtam, volt egy barátom, aki nagyon jól angolos volt, írtunk egy levelet, hogy mi képviselnénk Magyarországon a Dekka a nevünk, és hogy szeretnénk valami támogatást kapni. Tehát ez egy ötlet volt a barátom révén, én talán láttam ki ezt a dolgot. Hát jött a válasz, azóta is megvan. Szerintem, hogy you have to take it away, this name, immediately. És akkor jött az olimpia éve, és akkor a Ori igazgató adta nekünk a nevet, hogy akkor legyünk olimpia. Mi nem nagyon tetszett, sőt, az ifjúsági magazinban is kerestünk nevet, de aztán végül olimpia lettünk, megnyugodtunk ezzel a névvel. Sokáig játszottunk, mint olimpia. És milyen sikeres sokáig volt az olimpia is? Igen. És talán azt is tudják, ez a lemezkiadó cég egyébként 1929-ben alapítatott Angliában, Edward Lewis nevű úriember alapította, aztán 34-ben amerikai leányvállalat lett, aztán Universalhoz került, és ahogy Charlie is említette, 1962-ben a Beatles megkereste a Dekkát, azonban ők azt mondták, hogy nincs fantázia ebben a négy liverpooli fiúban, elutasították őket, és ezután alakult meg az Apple lemezkiadó. Vannak zenekarok, akik meglépik vagy kényszerből, vagy pedig valami más okból, hogy énekes cserélnek, frontember cserélnek, de nagyon ritka az, hogy nagyon sikeres az első és a második életkora is egy-egy ilyen zenekarnak. Nos, a Generálra ez abszolút igaz, hiszen születtek slágerek az első révészes formációban, és nagyon nagy slágerek születtek a második formációban, ugye ahol Charlie volt a frontember. Nem volt ez kockázatos neked Révész Sanyi után beállni, aztán már siker lett, azt tudjuk, de akkoriban gondoltál erre, vissza tudod
tudod ezt idézni? Hát drága szívem, mi egy család voltunk az időtájra, Pókaegonnál, Kőbányán jöttünk ott össze, ott volt a Kőbányi Ifjúsági Klub, mi a Bill-től kezdve mindenki odajárt, Orszászki Jackie-től kezdve mindenki ott jammeltünk. Az időtájt ugye tele volt ifjúsági parkkal a Budapest, Lőrinci, Kőbányai, a Nagy Ifjúsági Park, a Cseppeli Ifjúsági Park, és nekünk mindig voltak legendás klubjaink az olimpiának, úgyhogy szinte hét minden napján muzsikáltunk. Ez a Kőbányi Ifjúsági Klub volt az, ahol az időtájt a zenészek nagyon szerettük egymást, tehát hogy mindenki mindenkinek segített. Ott találkoztam én a Évészeli Póka Egonnal is, és sok-sok mindenkivel. Ott találkoztam a Tátrai Tibusszal, aki akkor a Juventus zenekarba játszott, pont ebben a kis klubban, Pápai Faragóval. Aztán hát így kialakult egy ilyen baráti dolog, úgyhogy amikor én kint voltam Afrikában, meg ez a két és fél év, akkor én hazajöttem, akkor egy nagyon érdekes zenét játszottam. Nem nagyon volt magyar számunk, viszont nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Még pozanoztam is. Én nagyon rengeteg Stevie Wondert játszottunk, nem az angol száz zenét, hanem inkább ilyen amerikai zenéket játszottunk. Nagyon kertészeti. Mi voltunk az első zenekar, aki bemutatkoztunk, óriási sikerre. A zenész kollégák 20-asával, 30-asával jöttek, mert hogy ez egy érdekes történet. Amikor én ezzel a zenekarral 2-3 évig muzsikáltam itthon, és sikeresek voltunk nagyon, akkor megkeresett engem a Hegedűs, meg a Várkonyi Matyi, meg a Novai, hogy a Tibusszal menjünk át, ugyanis akkor már Tibusz velem volt az olimpiában, Siriusból elloptam, és hát ez egy hosszú történet volt, mert zseniális zenészeim voltak, akikkel ugye 2-3 évet szenvedtünk, meg boldogok voltunk kint, és itthon be akartunk indítani egy karriert, és hát átmentünk, nagy-nagy nehezen átmentünk a Generálba, és egy kikötésem volt, hogy hát én nagyon csúnya ember voltam, szakállam volt, nagyon hosszú hajam volt. Hát egy érdekes figyelet, én a lyukad a kicipőm megjavítja, tehát ez nálam ez nem jött be, úgyhogy egy óriási lélegzetvételt vettünk, és kitaláltuk azt, hogy most egy óriási próba, próbák lesznek, új dalok lesznek, és két dobos, Solti Jancsika, Póta Andris, és hát beindult a Generál, és tényleg egy véleményem szerint körülbelül 10-20 évre megelőztük a korunkat, ez volt a baj. Bár külföldön nem, de itthon Magyarországon nem tudom, alig játszottunk Magyarországon, Lengyelbe voltunk, Szovjetunióban, NDK-ban voltunk, játszottunk a Warral, Nyugat-Berlinben voltak lehetőségek, esélyek. Nagyon klassz volt a zenekar, mert amikor külföldön játszottunk, akkor az összes dal át volt írva angolra, alig játszottunk magyarul, eszem egy-két dalt, úgyhogy nagyon, nagyon szuper volt ez a banda. Bár vannak még felvételek a Matyinál, hogy milyen érdekes, hogy belehallgattunk egy pár évvel ezelőtt, hogy hihetetlen, hogy milyen lendület és milyen swung volt a zenekarban, és milyen jól muzsikáltunk akkor is. Köszönöm szépen, innen folytatjuk a történetet hamarosan. Charlie-t most elengedjük, természetesen ezután következett a külföldi sikerek sorozata, ugye a Pannonia Express megkeresésére igent mondott újra Charlie, meg innen hagyta Magyarországot, és a dalokból ismert külföldi turnék ebben az időben kerültek megrendezésre, aztán jött a Tátraiben, majd jött a hihetetlenül sikeres Charlie szóló karrier, de ez már egy következő műsor témája lesz. Charlie, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. Én is köszönöm, én is. Szevasz, köszönjük szépen. Magatokra. Szia, ciao. Vigyázzatok, szia, nagyon, köszönöm. Ciao. Szia. Horváth Charlie-val hallottak beszélgetést itt a Retro Rádióban, és ő is részese ennek a nagy játéknap összefogásnak, majd erről egy másik alkalommal is beszélünk, és amit még szeretnék mindenképpen elmondani, hogy a történetet folytatjuk, hiszen igen sikeres életpálya második fele következik majd Horváth Károllyal, Horváth Charlie-val. Köszönöm, hogy velem tartottak, maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk. A 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágerei. Retro Rádió.